A Vargyasi Reménység Nyugdíjas Klub az idén is bált szervezett a nőnap alkalmából. A bál műsorából két vidám jelenetet láthatnak, egy pantomim előadást, valamint Rejtő Jenő Pemete a Remete című vígjátékát. És a Vargyasi Nyugdíjas Klub nevében, hogy megtisztelnek jelenlétükkel, és együtt tölthetünk egy jó pár órát. Köszöntöm a sepsiszentgyörgyi barátainkat, a Baróti Boróka Nyugdíjas Klub tagjait, akik először tisztelnek meg jelenlétükkel, és nem utolsó sorban az összes vargyasi és máshonnan érkezett vendéget is. A műsorunk további része remélhetőleg jó kedvre deríti a bálozó közönségünket, mert a Baróti Nyugdíjasok két tagja egy pantomim játékot ad elő, arról, ahogyan szeretjük mi nők szépíteni magunkat. Aztán mi, a házigazdák, Rejtő Jenő Pemete a Remete című jelenetét adjuk elő, amiből kiderül, miért is félnek tőlünk a férfiak. Bízva abban, hogy kedvük telik a fent említett műsorban és az ezt követő báli mulatságban, kívánok mindenkinek nagyon jó szórakozást!
Hát,
Rávetettem magam a kozmikus sugarak. Én szerintem ugyanis a béta sugarak nem mind a föld légkörén kívüli szféra aggódjuk. Legalábbis nem mind. Igen. Erre már rész gondolt, hogy nem mindig gondolja. Nem. Hanem csak néha. Ebben foglalkozom. Igen. Erre rávetettem magam. Szabad ezt a kifeltét használni. Egyszer láttam egy nőre vetett rá magam. Nézd, kül süt a nap, élnek, örülnek az emberek, és te itt a poros műszereid, könyveid, fényeveid között ülsz, mint egy kitömött uzenú bagó. És a városban üptet az élet, és rajzolok a nő. Micsoda nő. Na, szervusz. Ha, sajnálom. Jámor, mehetsz már. Hát így állatarasztam, bemet, hogy felrazlak ebből a téli algodból. Gyújts rá! Köszönöm, nem tudom. Egyetlen szélvedem a tűnt. Ez ellenzőra. Nincsenek szélvedélyei. Mondd, te nem szereted a nőket? Félek tűnt. Nem szegyened meg. Egy művel, híres, kitűnő, tudós. Soha nem látni nőben. Gyere, elmegyünk most egy mulatunk. Mondom neked, én félek a nőktől. Ha most mondom. Ez gyorsan elmúlik. Te egy különleges ember. Feltétlenül, ha érdekelnéd a nőket. Te gyere elmásta, a mennyasszonyom is el. Annustul, csak nem vész. Kérlek a legolázatot, ami minden nőtől félek. Tehát annus a barátaim számára egy pajtarsak számára. Nem azért mondom, mert a mennyasszonyom. De egy tiszta, erkölcsös, fedalmas, csinos, fejkölcs. Ond egy ond, exakt. Na várj, bajtás, te mától kezdve nem fogsz lépni a nőkkel. Na bandikam, én félek tőled. Ez ostobosan. A nő az élet tartalma. Képzeld el például, most megöregszel. Visszanéz egy fiatal sarkot, melynek gyújtó pontjában nem volt nő. Az életben mégiscsak a legfontosabb. Az a kesztyű. Levendula illatú. Ki az a kesztyű? A unokanővére. Az Andrus kesztyű. De biztosítalok, hogy... Elég, itt van a lakásban. Bocsánat. Leharagunk. Egy brankásztyú. Hülye voltam. Hogy is hihettem? Egy brankásztyú, mint Annusé. Hogy is hihettem, hogy az az angyal? Nem értem. Hogy jön ehhez egy idegen lakásba? Végtére is nem szeretném levetni az inkognitómat. Bocsássak meg, és így jár, és semmit nem láttam. Én úriember vagyok. Igen, Szombati többé kevésbé úriember. Valószínű őnapság, ugyanis nem szeretné bárki, megtudna a nevét. Egyik fel!
soha nem lak. Azonnal felej, Mukika. Nem én vagyok a te bűbájos, egyetlen fényes bolygót. Mondja, ki maradjon itt? Ki vagy? Úgy van, tié van. Tudják meg, Femeténak tőlem két gyereke van, ikrec. Az üstökös. De minden meg fog magyarázni. Most magyarázom. Én többé senkerül nem bukálok a szekrénybe. Pedig milyen szépen barátkoztam neki. Kérem, nekem semmi közöm, de talán egyszer annyi nős. Nézze, Szombati úr! Maga jobb, ha hallgat. Inkább saját házatáján se feljed, mert ott is van, amit. Igazad van. Nagyon helyes maga, Trump. Kérem a magam életemről, hogy te én vagy azt mondom, egy ógyó, akivel úgy hiszem, hogy itt fagyuk rá. Én azért félek a nők, így meg minden nap szét akarnak szedni.